Sziasztok, sziasztok, szép napot kívánok mindnyájatoknak. Hát úgy történt a nagy eset, hogy mai nap megint egy ilyen vérengzős gondolatunk volt, hogy levágtunk gyorsan két kis kakasnék, meg egy tyúkot, készülünk azért a ünnepekre mi is. Nézzétek csak meg, de nem azon apropóból gondoltam, hogy készítek egy videót, hanem azért, mert most kivételesen felvettük a vérét is. És ezt szeretném majd elkészíteni és bemutatni nektek. Ez egy elég megosztó étel, de azért gondolom, aki értékeli, az meg fogja nézni a videót ezzel kapcsolatosan, és esetlegesen hozzáfér, akkor el is készíti. Ez egy nagyon-nagyon régi étel, ugye a régi paraszti világban mindenki elkészítette ezt. Felvették a csirke, illetve a tyúkvágásakor, és elkészítették. De mutatom majd ezt nektek. Na, hát akkor itt is vagyunk. Ismételten bejöttem ide a konyhába. Az történt, hogy az összes kis kakaskát, illetve tyúkot, amit vágtunk, azokat feldolgoztuk, szétdaraboltuk. Arról már volt fent egy videót, azt nem mutatom nektek, hogy ez hogy történt. Akit érdekel, az nézze meg. Készülünk az ünnepekre mi is, nagyon szeretjük a tyúklevest, nagyon finom a tyúknak, az érett tyúknak a pörköltje, vagy akár a kakasnak is, úgyhogy még hogy mi készül belőle pontosan nem tudom, de most ugye az volt az apropója a bejelentkezésemnek, hogy ezt a vért, amit felvettünk, ezt megmutassam nektek, hogy hogy készítem. Abszolút nem nagy technológiai eljárás, alapanyag szinten csak olajra, vagy zsíradékra van szükség, egy kis hagymára, én teszek bele egy icipici kis fokhagymát, borsra, piros paprikára, egy csipet sóra, és aki akar esetleg tehet bele majoronnát, de az már egy elviszi esetlegesen egy olyan irányba, hogy ugye belsőségekhez azért szoktunk majoronnát adni. Na most, akkor elmondanám nektek, hogy miután ezt a vért ugye felvettük, egy csipet kis vizet öntöttünk rá, ez teljesen meg van dermedve, most a vizet leöntöttem róla, és mindjárt megyek a tűzhelyhez, és teszem fel, és mutatom, hogy hogyan is készül. Na, itt is vagyok, elindítottam ugye az olajat már melegítem, én most olajat fogok használni ehhez, és tesszük bele akkor a vörös hagymát. Ez egy nagyobb fejhagyma, nem olyan sok ez a vér, hát három egy tyúknak, illetve kettő kis kakasnak volt a vére, és nem olyan nagy mennyiség, de ez egy ilyen ekkora közepes kis hagymát vettem. Ezt félig meg fogom dinszelni. Mint tudjátok, ez a hetem, nézzétek a fakanalamat, ez hagymás fakanál, ugye vannak külön fakanalak, amiket olyan ételeket használunk, ami a pörköltes dolgokhoz, illetve a hagymás paprikás dolgokhoz készül. Ezt most egy pár percig, olyan fél állapotáig le fogom dinszelni. Na, nézzétek csak meg, fele állapotáig ugye megdinszelődött a hagymám. Nem csinálom tovább, mert hát a vérrel is kell, hogy sűrjön, tehát nem sütjük tovább. Most beletesszük a vért. Mi? Jól látjátok, ez teljesen így egyben van. Ennyi. Összetörem ezzel a fakanállal. Ez ugye összeáll teljesen. És apró darabokra így eltöredezik, vagy töredezem. Disznóvágások alkalmával is felszokták venni a vért. Van, aki ugye véres furkába teszi, véres furkát csinál, de van, aki nem. Általában ilyen nagyobb vágások alkalmával mindig reggelinek szokták adni, hogyha többet vág az ember, akkor hogyha elkészíti, akkor reggelit lehet gyorsan, hamar készíteni ott az embereknek. Meg úgy is lehet a disznóvágások kapcsán, hogy ugye megvan a vér, az avasfülébe felerakják, megabálják, utána akkor így egybe fog állni, kiveszik, és utána úgy sütik meg. Tehát ez több ilyen verzió, hogy hogy lehet elkészíteni. Én is jól látjátok, jól eldarabolom. Hát aki szereti, az egy nagyon-nagyon finom csemege. Mondottam nektek, mert ez igencsak megosztó étel. Azért faluhelyen a régi paraszti világban nagyon sokat készítették. Most már azért talán annyira nem, hiszen már csirkék se nagyon vannak, nem nagyon tartalmas állatokat. Nos, akkor most egy kicsi kis piros paprikát fogok erre rárakni. Nem sokat.
Aztán dobok rá egy kis sót. Én teszek rá egy fokhagymát, egy gereszt fokhagymát, hogy jó ízű legyen. Valamint teszek rá borsot is. Még nem sajnálom, finom legyen, jó ízű legyen. Visszaveszem a kesztyűmet, mert olyan kis edényt választottam, aminek rettenetesen süt a rovantyúja. Nézzétek csak milyen finom. Ezt aztán igazán nem kell ténylegesen sokáig készíteni, szinte pár perc az egész. Hát 5 perc, attól tudjuk, milyen a lángja. Hát megmondom őszintén, hogy én nem hiszem, hogy fogyasztani fogok belőle, mert én nem szoktam. Nálunk mama az, aki nagyon szereti, és ő fogja ezt elfogyasztani, de úgy gondoltam, hogy akkor már megmutatom nektek is. És ezt akkor aznap reggel mondjuk disznóvágás, vagy mi az Isten, csirkevágás, bocsánat, napján puha kenyérrel szokták hamar tálalni, aki elkészíti. Igazából körülbelül ennek a sülése ez ennyiből állt. Láthattátok, semmilyen nagy technológiai eljárás, amit meg tudtunk volna. Hát mondjuk annyit még lehetett volna, hogy esetleg a hagymát most éppen félkőre vágva hagyom, hogy egyszer jobban látszódjon benne, vagy egyetlen, de én azért inkább elkockáztam. Így. Na hát majd a mama lesz a kóstoló az ügyetet illetőleg, de azt gondolom, hogy ez már itt el is van készülve. El is van készülve, ugye? Pár perc telt el, és itt a nagyon finom kis csemege. Ennyi volt, el is zárom alatta. Mindjárt egy picit tálalok nektek, és készen vagyunk. El is készült ez a roppant egyszerű étel, mint mondottam nektek, tényleg ezen aztán nincs mit nagyon megtálalni, így tettem ide, ahogyan van, ebből lehet szedni egy kis díszítésnek, tettem paradicsomot, új hagymát hozzá, puha szelet, puha kenyérrel, első osztályú eledel lesz, eledel. Hogy nektek tetszett, hogy én ezt hogy készítettem el, és esetlegesen van módotok csirkét vágni, készítsétek el, én csak ajánlani tudom. Nagyon finom, mama már lemeózta, megkóstolta, azt mondta, nagyon finomak lettek az ízek, pedig esküszöm, hogy soha nem, tehát ezt most nem kóstolnám meg, még soha nem szoktam én ezt igazából készíteni, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon finom kis csemege lehet, mint mondottam nektek, igen megosztó étel, ha tetszett nektek, dobjatok egy lájkot, kedveljétek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, további szép napot kívánok nektek, sziasztok! Yeah, you know,